legyen, itt a partján nevelik a két legény. Adjon Isten lelkem, lejegyék meg tőlem, én csak egy szegény vándordiák vagyok. Gondoltam, megpihenek itt a vitaparton. Hát csak pihenjen kegyelmet, jó, hogy a vitaparton üldögélik. Szerésen kell ám lenni, a szervek akármikor rám törhetnek, vagy bármiféle kortyázó hadak. Volt már rá példa a lunati. Elhiszem én, hogy ne hinnék. Én is Magyarországon élek. Nehéz esztendőt járnak felettünk, nem csak becsét, de mindenütt ország szerte. Látom, az örök jól bepisztelte magát itt az alvégen. Erről beszélnek, nem tudom. Becsén ott felejtette magát az örök. Azok egészen ártalmatlan népek. Már meg is szoktuk őket. Így meg aztán a török kortyázóktól is megvédenek bennünket. Nem háborgatnak azok senkit. Van nekünk polcosuk, borbélyuk, még papjuk és templomuk is. Látom, még molnáljuk is van, mert amunk adtok egy malom az alvégen, ott urbános a molnár. Tahir Bégnek hívják, katona volt valamikor, de vénységére könnyebb munkát választott magának. Így lett vizi molnár. Büdös, kontos, turbános. Akkor is szeret a te bugat? Áldott jó ember, az ne bántsa kegyelmet. Ihola, nézze csak meg, ott egy szegény vándor. Biztosan nem tűzi erőre, készen. Adjon Isten kegyelmednek szép jó napot, Molnár ura. Neked is nem különben a csapi. Honnan jössz? Hozol-e valami hír? De csak ülje és mesélj, mi híre nagy virámban. Szaladnám, pont ennek a jó embernek egy kis alapni való. Tessék. Akkor bosszankodik, ha meglátja a magyar molnár. Mihol jön magyar pár, a felső becsei vizites molnár. Minek is van ez a magyar molnár a világon? Egymagam volnék a becsei molnár, minden nap kétszer annyi részvelesen lehetnék a felszínemben. Fáganda is jó ember, olyan, mint a falat kenyér. Egész nap csak fütyös dalod, meg nem szidna még az inasát sem. Nézd, az egény asszony! Gyere csak ide, hagyd börtön a lista a tarisznába! Köszönöm szépen, Isten áldja meg a jóságát! Látja? Ezért feleselnek éjjel-nappal a becsei malmok. Hadd